Most két anyagrészt is próbáltam így kicsit a évvégi hajrához közeledve összemosni nektek. Most legutóbb ugye szépen átvettük a gazdaságot, hogy mennyire más volt a vasfüggöny két oldalán a gazdasági berendezkedés és ennek az elért sikerei, illetve a gazdaság teljesítő képessége. És ez ugye egy nagyon fontos faktor, nagyon fontos szempont lesz abban is, hogy miképpen fog végül is ennek félig meddig végeredményeképpen szétesni a Szovjetunió által vezetett hatalmi csoportosulás, tehát a keleti blokk, vagy a második világ, ugye, ha már hidegháborús terminológiát alkalmazunk. Nos, menjünk is szépen sorba. Végigveszük gyorsan az okokat, előhozom nektek ide Gorbacsovot, majd pedig beszélünk gyorsan a rendszerváltoztatásokról, illetve a Szovjetunió megszűnéséről. Nos, kicsit már ugye az előző órákon, mert most is előbb magyaráztam nektek ilyen válságtüneteket. Ugye mik azok az okok, amik a Szovjetunió vezette hatalmi tömböt végül is a szétesés irányába, sőt egészen a szétesésig sodorták. Mint látjátok, itt mit értünk ez alatt? Magát ugye a Szovjetuniót, illetve láthatjátok, hogy ilyen lilával, meg világosabb színnel vannak jelölve azok az országok, ahol befolyást szereztek. Ebben ugye nagyon erős a kelet-közép-európai régió, amiket ugye a vasfüggöny választ el Nyugat-Európától. De mint láthatjátok, emlékeztek rá, Brezsnyev alatt még a Szovjetunió azért Afrika szerte, illetve Afganisztán irányába is próbált meg terjeszkedni és befolyást szerezni. Leginkább az USA és a nyugati világ olajtartalékait megszabotálandó, ha szabad mondanom egy ilyen szép szót. Na, ez a tömb egyre inkább szét fog esni, és gyengülni fog, mutatkoznak a repedések. Ugye nagyon fontos itt a már múltkor említett gazdaság, hogy a nyugat elhúz mellette, sokkal fejlettebbek a nyugati technológiák, sokkal többet termel a nyugat, sokkal több lesz nyugaton a GDP, tehát a nemzeti jövedelem. Míg a Szovjetunió és a vele társult országok azok egyre jobban lemaradnak, eladósodnak, és ez meglátszik az életszínvonalban is, tehát az emberek is egyre rosszabbul élnek, mint nyugaton, sőt, sokkal rosszabbul. Nyilvánvalóan ez mit hoz maga után? Azt, hogy a társadalmakban is egyre több az olyan hang, aki reformokat sürget, tehát felismerik azt, hogy ez a hát szocialista-kommunista kísérlet, ugye, ami igazából második világháború vége óta zajlik más országokban, a Szovjetunióban pedig már a 1920-as évek óta, hogy ez igazából nem egy jó alternatíva, ez nem egy működőképes rendszer. Érdekes módon ugye nem csak az utcanépe emeli fel egyre jobban a hangját, tehát ez nem csak egy alulról jövő reform igény, hanem magukban a kommunista pártokban, az országok kommunista pártjában is egyre több az olyan hang, aki meg szeretné reformálni ezt a rendszert. Nagy kérdés az ugye, hogy lehet-e egyáltalán, tehát meg lehet-e reformálni a kommunizmust, meg van-e működőképes kommunizmus, vagy nincs. Ezt most így nyitva hagyom egy picit, jó? A legfontosabb ilyen alulról jövő kezdeményezés egyébként Lengyelországból jön. Lengyelországban ugyanis a Szolidaritás nevű mozgalom erősödik meg nagyon a 80-as években. Ez nem párt, mert ugye nem lehet nyilván egy párt rendszeren belül egy másik, főleg ellenzéki párt megtűrve. Ezért ez egy munkás szakszervezet, és amit Lech Walesa vezet. És ugye pontjait, ha nyomtok egy kis pauzét, nézzétek meg, ezek a pontok egész szépen leírják azt, hogy mi volt az embereknek az igénye. Úgyhogy nyomjatok egy pauzét, aztán gyertek vissza. És ugye nagyon szépen látjátok, hogy itt igazából szólásszabadságot kérnek, akkor szabad sztrájkjogot, tehát ne büntessék meg azokat. Tele van munkások,
tüntethessenek már, legyen eszközük a kezük, legyenek eszközeik annak az érdekében, hogy a jogaikat, a béreiket, a munkakörülményeiket javíthassák, nagyobb fizetéseket szeretnének, sajtónyilvánosságot, a belső piac feltöltését, tehát ezt a nagyon szegényes életszínvonalnak a megváltoztatását, és jobb szociális intézkedéseket. Tehát ez gyakorlatilag, ha belegondoltok, nem, tehát ez nem is tud nagyon mit kezdeni a hatalom, mert ezek olyan dolgok, amiket azért illene megadni, és amiket ugye például az ilyen életszínvonallal kapcsolatos vagy szociális intézkedéseket, ezeket a hatalom szereti be is ígérni, hogy mindenki büszke volt rá, hogy igen, micsoda állami ellátásunk van, aztán a nyugat már rég elhúzott mellettünk. Tehát láthatjuk, hogy ők tényleg egyrészt szabad, másrészt pedig jobb életet követelnek szakszervezeti fronton, és nagyon-nagyon sok tagja lesz ennek a szolidaritásnak, tehát Lengyelországban egy ilyen meghatározó erő lesz. Annak ellenére, hogy Lech Walesát nagyon sok esetben inzultálják, bebörtönzik és meghurcolják a hatalomnak a szereplői. Ez egy nagyon fontos, hogy alulról építkező mozgalom. A másik repedés így a szovjet blokkon az ugye a külpolitika, tehát a Brezsnyev alatt meghirdetett újabb külpolitikai terjeszkedés az egyre inkább kudarcba fullad, két okból kifolyólag. Egyrészt, mert nincs rá pénz, tehát rengeteg pénzbe kerül ez a flotta fejlesztés, afrikai bázisoknak a fenntartása, de ugye a legnagyobb érvágás az az afgán háború volt. Tehát Afganisztánt 10 év alatt, míg ott voltak a szovjetek, sikertelenül próbálták meg elfoglalni. Ez nagyon sok emberáldozatot és nagyon sok pénzt is kiment, ami ugye, ha belegondoltok kicsit, akkor így vissza is csatol ide, tehát mivel nem volt elég pénz ezeket a bázisokat fenntartani és győztes háborúkat vívni, mert a gazdaság nem teljesít jól, a vesztes háborúk viszont, mivel rengeteg pénzt öltek bele ugyanakkor, az pedig a gazdaságot gyengíti. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, egy picit, mert rengeteg pénzbe kerül, amit költhettek volna életszínvonal emelésre és gazdaságra is. És ugye ez egy kudarc, ez az afgán háború. Ezt megtetőzi az USA-nak a megváltozott külpolitikája, ugyanis az USA-nak új elnöke lesz Ronald Reagan személyében. Reagan nem csak második világháborús veterán és híres színész, hanem egy nagyon karakteres elnök, és egy nagyon karakteres irányvonalat húz meg, és pedig azt mondja, hogy nem kell itt enyhíteni, mert amilyen enyhülés megindult ugye a 60-as, 70-es években, azt a Szovjetunió végső soron Brezsnyevvel az élen arra használta fel, hogy pozíciókat szerezzen a harmadik világban, tehát Afrikában, vagy akár Afganisztánban is, tehát nincs értelme a barátkozásnak, enyhülésnek, ezért egy újabb, ilyen hát feszültségekkel terhes, kis hidegháborús szakasz következik be a 80-as években. Reagan pedig, mivel nagyon jól tudja, hogy az USA gazdasága és a nyugat gazdasága sokkal fejlettebb, mint a szovjet gazdaság, kényszerhelyzetbe hozza a szovjeteket, és pedig úgy, hogy egy fegyverkezési versenybe kezd, és pedig egy olyan fegyverkezési versenybe, amiről nagyon jól tudja, hogy a szovjetek nem fogják tudni utolérni, mert a szovjet gazdaság bele fog rokkanni. Ez a csillagháborús terve Reagannek, a Star Defense Initiative, ott látjátok SDI a rövidítése. Igen, olyan, mint a csillagok háborúja. És most nem viccelek. Itt régen olyan rendszereket kezd el kifejleszteni, mint például a műholdas lézerek, amik levadásszák az atomrakétákat, vagy egyre még komolyabb atom elfogó rendszerek, stb. Tehát védetté próbálja tenni az USA-t a szovjet atomfenyegetéssel szemben, ezzel kimozdítani a külpolitikát ebből a patthelyzetből, ugye, hogy kölcsönösen meg tudják egymást semmisíteni. Ezek egyébként a mai napig se valósultak meg ezek a tervek, arra viszont jók voltak, hogy mivel az USA elkezdett iszonyat nagy pénzt pumpálni a modern haditechnika kifejlesztésébe, a szovjeteknek muszáj volt lépést tartaniuk vele, és ezt a szovjet gazdaság már nem. Itt láthatjátok az USA-nak egyébként régen mellett a
védelmi költségvetését, és ugye ez nem csak a csillagháborúról szólt, hanem, mint láthatjátok, az USA iszonyat nagy összegeket fett bele a haditengerészetbe, légierőbe, leginkább ugye ebbe a kettőbe, amit egyszerűen anyagilag a szovjetek nem bírtak teljesíteni. És egy fontos indikátor nincs itt amúgy a prezentáción. De az USA a évi összbevételének a 7%-át költötte fegyverkezésre, a Szovjetunió pedig az évi összbevételének körülbelül az egyharmadát, tehát a 30-33%-át költötte fegyverkezésre. És ugye ez azt jelenti, hogy az USA, ez nem azt jelenti, hogy a szovjetek többet költöttek rá, hanem hogy az USA-nak sokkal több pénze volt, és még így is megelőzte a Szovjetuniót, mert erősebb volt a gazdasága. Itt látjátok, egyébként van egy szép összehasonlítás, hogy ugye a szovjetek inkább a úgymond hagyományosnak mondható, tehát rakétájuk az több van, mint az USA-nak, meg viszont légierő és repülőgép anyahajók tekintetében az USA, ugye ezek a modern fegyverrendszerek, gyakorlatilag a legmodernebb csapásmérő eszközök, ezeket tekintve az USA egy behozhatatlan előnyre tesz szert. Oké. Na, van még egy dolog, ez pedig érdekes módon egy szintén alulról jövő nem mozdulat, hanem tendencia vagy esemény. Az pedig az, hogy a katolikus egyház fő az először a szocialista blokkból fog érkezni, mégpedig Lengyelországból, ugye második János Pál pápa személyében. Ami azért fontos, mert az, hogy a szocialista tömb ad egy pápát, az ezekben az országokban, tehát Lengyelországban, aztán ugye Magyarországban, Csehországban, stb. Stb. Újra jobban az egyház felé fordítja az embereket, és ideológiailag is ez az ateista és materialista ideológia, amit a kommunisták képviseltek, az gyakorlatilag fellazul, kezd megszűnni. Jó, tehát ez egy nem elhanyagolható szempont a pápa szerepe. Na, ezt látják a Szovjetunióban is, tehát a Szovjetunió vezetői is rájönnek arra, hogy tarthatatlan ez az állapot, mert előbb-utóbb itt szét fog esni a szovjet gazdaság és a szovjet hatalmi tömb. És a Brezsnyevet követő Andropov és Csernyenko után, akik szintén ilyen csúnyán mondok, kriptoszökevények, tehát nagyon idősek és betegesek voltak. Gorbacsov, Mihail Gorbacsov lesz a relatív fiatal első titkár, és Gorbacsov megpróbálja megreformálni a szovjet rendszert és a Szovjetunió berendezkedését, illetve magának a szovjet hatalmi tömbnek is a berendezkedéseit. De ő fontos tudni, hogy ezeket a reformokat ő úgy akarja bevezetni, hogy a kommunista rendszer maradjon fent, tehát ne döntsék meg a kommunista párt hatalmát. Éppen ezért előre borítékolható, hogy ezek az intézkedések picit ilyen felemások lesznek. Az egyik ilyen intézkedése neki a perestroika, ez fontos két kifejezés fog következni. Perestroika az az átalakítás, átépítés, ugye ez a gazdaságot érinti, szakít ezzel a tervgazdálkodással, hogy az állam utasít mindenkit arra, hogy miből mennyi darabot és hogyan gyártson, hanem versenyképessé próbálja tenni az állami vállalatokat. Fontos, hogy ezek ugyanakkor még mindig állami vállalatok maradnak, tehát ugyan függetlenednek a párt utasításaitól, de továbbra se lesznek magánkézben lévő vállalatok. Ez pedig, hát tényleg ez csak egy ilyen felemás megoldás, mert az ember a sajátját, a saját pénzét sokkal jobban hajtja, mint az államét. A másik pedig a glasnost, az pedig annyit jelent, hogy átláthatóság, vagy transzparencia, az egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek lássanak bele abba, hogy mi történik az országban. És ugye a diktatúrának, a kommunista diktatúrának egy nagyon fontos elemét, a cenzúrát kezdi el eltörölni. Ezzel az emberek
megkapják félig, meddig, hát még nem teljesen, de egyre jobb, közelebb kerülnek a szólásszabadsághoz, elmondhatják a véleményüket, elkezdenek vitatkozni. És ugye ez miért írtam azt, hogy öngól? Mert onnantól fogva, hogy az emberek elkezdenek beszélni a politikáról, és szabad róla beszélni, nyilvánvalóan elkezdenek kritizálni is, tehát kritikát megfogalmazni, és egyre többen látják be azt, hogy itt igazából nem reformokra van szükség, tehát nem arra van szükség, hogy itt egy emberarcú kommunizmus hozunk létre, hanem konkrétan ez az egész rendszer rossz, alapjában véve működés képtelen. Tehát Gorbacsov saját maga is egyre népszerűtlenebb lesz, hiába tekinthető reform ennek. Harmadik reform kísérlete pedig az Reagannel való csúcstalálkozók, tehát külpolitikájában is próbál. Tehát a Gorbacsov belátja azt, hogy fel kell adni ezt a terjeszkedést, mert nem bírja a szovjet gazdaság, ezért csökkenteni kell a fegyverrendszereket, megállapodnak Reagannel, hogy elkezdik leszerelni a középható távolságú nukleáris rakétákat. Erről annyit kell tudni, hogy Reagan egy csomót telepítetett Európába, ugye pont így a fegyverkezési verseny kapcsán. Tehát, hogy ezeket szereljék le, kivonul az afgán háborúból, tehát befejezi a vesztes afgán kalandot, és a harmadik világban is csökkenti a Szovjetunió pozícióit, illetve, és itt a legfontosabb, 88-ban egy ígéretet tesz arra, hogy Közép-Kelet-Európából is kivonja a szovjet csapatokat. Ugye ezek nagyon sokba került a Szovjetuniónak is, nem csak azoknak az országoknak, akik ott állomásoztak. Jó, tehát kicsit foglaljuk össze ezt a dolgot. Ezek a felemás intézkedések egyrészt elmozdították a Szovjetuniót ebből a... Tehát mondhatni azt, hogy rövid távon, tehát megakadályozták azért a katasztrófát. Tehát ha a brezsnyevi keményvonalas kommunizmus maradt fent, akkor valószínűleg robbanásszerűen esett volna szét a szovjet tömb, mert egyik napra a másikra bekövetkezett volna egy államcsőd, és atomjaira hullott volna szét egy pillanat alatt az egész mindenféle zavargásokkal, pucskísérletekkel és forradalmakkal. Így Gorbacsov ezt próbált egy kicsit enyhíteni, ugyanakkor a végzetet elodázni nem tudta, tehát ezek az kísérletek inkább oda vezetnek, hogy nyilvánvalóvá válik az, hogy félreformokkal nem lehet sokra menni, félreformok helyett meg kell szüntetni a rendszert. És ez hívjuk úgy, hogy rendszerváltoztatás, mondják néha rendszerváltásnak is, de használják a rendszerváltozást is. A változást én azért nem szeretem, mert nem magától változott meg, hanem tényleg ez egy politikai folyamat, aminek voltak ugye szereplői. Érdekes módon ezek a rendszerváltoztatások, ezek a gorbacsovi reformok hatására, ez egy fontos dolog. Tehát a gorbacsovi enyhülés hatására is, de a kelet-közép-európai országokban indulnak el, tehát nem Moszkvában kezdik el megszüntetni a kommunista-szocialista berendezkedést, hanem pont itt a környékünkön, Közép-Kelet-Európában. Mi jellemzi ugye az embereknek a szabadságvágya, a jobb élet iránti vágya és a politikai szabadság iránti igényük. És nagyon fontos, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen dominó, oda-vissza dominó vagy pingpong szerűen működik. Egymást figyelik a közép-kelet-európai országok, és így egymás katalizátoraiként folyamatosan lépnek egyet előre. Ebben nagyon fontos szerepe lesz majd Magyarországnak is. Ugyanakkor a Szovjetunió irányában is van egy ilyen oda-vissza egymásra hatás, mert például ugye az, hogy Gorbacsov 88-ban belengedte azt, hogy majd kivonja a katonákat, az egy nagy lökést ad a kelet-közép-európai eseményeknek például. Illetve a legnagyobb lökést az adja, hogy Moszkva, miközben figyeli ezeket a történéseket, nem avatkozik be. Tehát, hogy 56-ban emlékeztek, puff, leverték az 56-os forradalmat. 68-ban ugyan a többi Varsói szerződés állam segítségével, de puff,
katonailag leverték a prágai tavaszt. Tehát még mindig hatalmas nagy katonai ereje van a Szovjetuniónak, tehát az emberek feje fölött mind egy Damoklész kardja folyamatosan ott lengett az, hogy mi van, ha a szovjetek katonai erőt fognak alkalmazni, és nem engedik ezeket a folyamatokat. De Moszkva, és ez a nagyon fontos, nem avatkozik be, tehát hagyja, hogy ezek az események saját útjukon legyenek lebonyolítva. És ennek leginkább az az oka, hogy Gorbacsovnak és a Szovjetuniónak ekkor már a kelet-közép-európai országok inkább kolonc a nyakán, inkább egy gazdasági koloncot jelentenek, ugyanis a Szovjetunió gazdaságával, gondoljatok ugye a KGST-re, ezek nagyon-nagyon össze voltak fonódva, és mivel ezeknek az országoknak a gazdasága is leromlott, ezért a szovjeteknek kellett egyre több pénzt belepumpálniuk abba, hogy egyáltalán működjenek. Fontos dolog még ezekkel az eseményekkel kapcsolatban az, hogy erőszakmentesek a rendszerváltozások. Egy fontos kivétel van, ez Románia példája lesz majd. Na, akkor kezdjük is szépen. Lengyelországból indul gyakorlatilag, ja, a legfontosabbat nem mondtam, az év. Az év az ugye 1989. Jó, tehát ezt tessék most nagy vastag ceruzával bevésni a füzetbe. 1989 az év, amikor Lengyelországban először tartanak olyan választásokat, ami nem egy egypártrendszer, tehát nem csak a kommunista pártra lehet szavazni, hanem az ellenzék jelöltjeire is. Ugye a szolidaritás is indul, mint a szakszervezetben időközben pártá avanzsáló ellenzéki erő, és elsőprő többséget szereznek. Ugyanakkor még félig, meddig azt értettem idézőjelbe, a mandátumok többségét még nyilván a kommunisták kapják, de egy ilyen fél szabad választások lehetnek, ami egy ilyen indikátor már többi ország felé, és hogy hoppá, mi van, ha más országokban is lehet több pártrendszert létrehozni. Tehát a keleti tömb, ennek az lesz az eredménye, hogy a keleti tömb országaiban aktivizálódnak az ellenzéki pártok. Tehát létrejönnek ellenzéki csoportosulások, ellenzéki pártok, amik arra készülnek már, hogy itt előbb-utóbb szabad választások lesznek a többi országban is. Olyan Magyarország, amit majd kicsit részletesebben fogunk venni a magyar résznél. Magyarországon miért nagyon fontos a rendszerváltozás? Mert megindul ugye a 56-nak az újraértékelése, tehát Nagy Imrék újratemetése nagyon fontos 89-ben. De legfontosabb szerintem szerepe a magyaroknak az a vasfüggöny lebontása terén van, ugyanis, ugye, mint emlékeztek, hát a berlini fal, illetve a vasfüggöny ketté választotta Németországot, és a Balaton volt például a 80-as években az NDK-s, NSK-s családoknak a kedvenc ilyen nyaralós találkozó helye. De az NDK-sok nagyon erősen használják fel arra is Magyarországot, hogy itt szökjenek át Ausztria felé a határon, és ez eddig egy nagyon veszélyes, kockázatos mutatvány volt 89-ig, ugye például a Fertő tonádasaiban is sokan vesztették életüket, hogy határőrök lőtték le őket, vagy aknára léptek. Tehát ez egy nagyon veszélyes, életveszélyes mutatvány volt. Viszont, és ez nagyon fontos dolog, hogy augusztus 19-én megrendezésre kerül a pán-európai piknik, ugye itt Sopron, Köhida mellett, tessék kimenni megnézni az emlékközpontot, ami gyakorlatilag egy ilyen határ két oldalán létrejövő ilyen barátkozós összejövetel lett volna, de megjelentek ezen az eseményen NDK-s, Magyarországon tartózkodó NDK-s, tehát kelet-német menekültek, akik egy ilyen emelkedett pillanatban nekirontanak a határ kapunak, és áttörik azt, és így nyugatra szöknek. Ez egy történelmi pillanat, az egyetek büszkék arra, hogy itt írták meg a történelmet mellettünk. És azzal, hogy ők átszöknek nyugatra, gyakorlatilag precedens teremtenek, tehát
egy olyan esetet, ami után már nincsen megállás, tehát ha nekik szabad volt, akkor miért nem lesz szabad másoknak is. Hozzáteszem, hogy még ezután is történtek egyébként halálesetek a hatásában, mert ez egy ilyen egyszeri alkalom volt még egyelőre, tehát pár hónapig még azért fenn fog állni a vasfüggöny. De ez azt hozza maga után, hogy Kelet-Németországban, az NDK-ban egyre több a tüntetés már ezen az őszön. Magyarországon, Csehországon keresztül is nagyon sokan követelik azt, hogy hadd jussanak át nyugatra, hadd találkozzanak a családjaikkal, hadd legyen reményük a jobb életre. És ez gyakorlatilag oda vezet, hogy november 9-én, ez egy nagyon fontos dátum, az NDK megnyitja a határait az NSK felé, tehát többé nem alkalmaznak erőszakot a kelet-német határőrök, tehát át lehet menni Nyugat-Németországra. Ez ugye minek a pusztulását jelenti? Egyben a berlini falnak a megszűnését, tehát szabad átjárás jön létre kelet és nyugat között. Ez egy fontos dátum, ezt tessék tudni, jó? A Csehországban is vértelenül zajlik le a forradalom, ezért is hívjuk bársonyos forradalomnak. Fontos utózengéje viszont az, hogy Csehországot mondtam, bocsánat, Csehszlovákiában. Tehát fontos utózengéje viszont az, hogy Csehszlovákia 1993-ig lesz már csak Csehszlovákia, 93-ban ugyanis szét fog válni Csehországra és Szlovákiára. És akkor jöjjön végül Románia, ami hát egy külön történet. Itt ugyanis Románia egy picit külön utas politikát képviselt a kommunizmusban, ami egy egyszemélyes vezérlésben csúcsosodott ki, illetve kétszemélyes, mert volt neki egy felesége is. Ez Nikolaj Ceausescu és Elena Ceausescu a felesége. Tudni kell róluk, hogy Ceausescu, aki magát a Kárpátok géniuszának nevezte, nem csak jegesmedvéket hozatott Romániába, hogy vadászhasson rájuk, hanem tényleg egy nagyon szigorú és nagyon keménykező diktatúrát épített ki. Tette mindezt úgy, hogy Moszkvától is megpróbált függetlenedni, tehát a többi szocialista országgal ellentétben ő például nem vesz részt a prágai tavasz leverésében, kacérkodik Franciaországgal gazdaságilag, gondoljunk itt a Dacia Renault szerelemre, vagy a legdurább az, hogy függetlenné tette magát gazdaságilag is a nyugattól, ugyanis ő visszafizette az összes államadósságát, tehát Románia a többi szocialista állammal ellentétben nem rendelkezett államadósággal. Ennek ugyanakkor ára volt, iszonyat körülmények között élt a román lakosság, tehát elképzelhetetlen, ezt is ugye az erdélyi magyarokat is ide vesszük, elképzelhetetlen nyomorban. Ráadásul Ceausescu-nak voltak ilyen happy-jei, mint például a falusi élet felszámolása, tehát főleg Erdélyben, a magyar lakta vidékeken falvakat kezdtek el eldózerolni, hogy ez a falurombolás, hogy a falvak lakosságát ilyen nagy mezőgazdasági városközpontokba, vagy ilyen kombinátokba telepítsék át. Tehát ez ilyen kommunista, disztópikus beteg elképzelés. A feleségéről meg azt kell elmondani, hogy neki gyakorlatilag az összes létező doktori címe és fokozata megvolt, úgyhogy hát egy 8 általánost se végzett egyszerű asszonyról beszélünk közben. De ugyanúgy visszaélt ezzel a hatalommal, mint a férje. Tehát ők egy nagyon népszerűtlen diktatúrát tartottak fent, viszont vaskézzel, tehát nem nagyon lehetett nekik ellent mondani. Viszont 89-ben megkezdődnek a tüntetések ezen a falurombolás ellen. Ennek nagyon fontos szereplője Tőkés László, református lelkész, ugye erdélyi magyaroknak egy fontos politikusa. És amikor őt letartóztatják, az ő érdekében vonul utcára Temesváron a tömeg, ahol a román karatalmi alakulatok tüzet is nyitnak a tömegre. Ez viszont olaj a tűzre, és szerte Romániában utcára vonulnak az emberek, megmutatják a Ceausescu rendszert, és ki is végzik Ceausescut és a feleségét. Tehát büszkén állíthatjuk, hogy
nekünk magyaroknak a román diktatúra megdöntésében elég komoly szerepünk volt. Sajnos ez kevés hálával járt, mert majd fogunk róla tanulni, de egy évvel később például Marosvásárhelyen elég komoly magyar ellenes hetszelések és incidensek és pogromok lesznek, de ez majd a következő leckében. Bulgáriát még gyorsan idehoztam, hogy teljes legyen a kép, itt is békésen zajlik le a rendszerváltoztatás. Na, foglaljuk össze, mi az, ami ezzel megszűnt ezekben az országokban? Ugye nagyon fontos, hogy a vasfüggöny, tehát a határzár, innentől fogva, halleluja, legálisan, és nem csak rövid időre, nem csak szigorúan ellenőrizve, hanem legálisan át lehet jutni nyugatra. Leomlott a vasfüggöny, megszűnik. Megszűnik az átjárhatatlanság a kelet és a nyugat között. Ugyan ezzel egy időben megszűnik ez az állami irányítású kommunista-szocialista tervgazdálkodás, tehát megindul nagy nehézségek árán, erről majd beszélni fogok, a piacgazdaság, a nyugati típusú kapitalista piacgazdaságnak a felépítése. Ezzel együtt megszűnik ugye a KGST, tehát hogy ez a gazdasági integráció, ami volt a Szovjetunió és a kelet-európai országok között, és megszűnik a kommunista egypártrendszer, és a katonai szövetség is megszűnik, tehát a Varsói szerződés is meg fog szűnni 91-ben végleg, és a Szovjetunió ki is fogja vonni a szovjet megszálló csapatokat, tehát gyakorlatilag katonailag önrendelkezést kapnak ezek az országok. És mint tudjátok, Magyarország azóta NATO tagállam például. Jó, na még gyorsan egy Szovjetunió megszűnését vigyesszünk ide. Oké, itt most már nézzük meg a prezentációt. Jó, így dadogott együtt a gépem, és szépen... Szépen behúztam Gorbacsov arcát, oda, ahol nem kellett volna. A Szovjetunió érzi ezeket a válságtüneteket, és szintén jellemző a Szovjetunióra az, hogy nagyon rossz az életszínvonal, egyre elégedetlenebbek az emberek. Ráadásul ugye a Szovjetuniónak van egy olyan gondja, hogy egyre jobban felszínre kerülnek a nemzetiségi ellentétek, ugyanis ne felejtsük el, a nevében is benn van, a Szovjetunió egy szövetségi, hát szovjet köztársaság. Tehát 1922-ben úgy hozták létre, hogy Oroszország meg egy csomó másik. Ráadásul ugye ebben vannak olyanok is, mint a balti államok, amiket ugye a II. Világháború elején foglalt el a Szovjetunió, tehát akik nyilván nem akarnak itt maradni. Tehát a Szovjetuniót nem csak az fenyegeti, hogy elveszíti a vezető szerepét a világban, ezben már szerintem Gorbacsov bele is törődött, hanem, és nem is, és abba is beletörődött, mint láthatjátok, beletörődött, szépen beszélek, mint láthatjátok, hogy a kelet-közép-európai államoknak elengedte a kezét. Viszont az már egy nagy érvágás lenne, ha maga a Szovjetunió is feldarabolódna, tehát például kilépnének belőle a balti államok, vagy ne adj Isten Ukrajna, vagy Fehér Oroszország, vagy Kazahsztán. Úgyhogy ez Gorbacsov próbálja megakadályozni egy ilyen reformtervezettel. A terve az, hogy induljon meg az egyeztetés a volt szovjet, vagy az, bocsánat, a szovjet tag köztársaságok vezetőivel, írjanak ki népszavazást, hogy ki akar maradni, ki akar menni, és aki marad, az egy ilyen, hát egy ilyen újfajta szövetségi államszervezetben, közös államfővel, honvédelemmel és külpolitikával lazábban kapcsolódjon egymáshoz. Ez két csoportosulásnak nem tetszik ugyanakkor. Nem tetszik azoknak az országoknak, mint például ugye említettem a Baltikumot, akik teljes függetlenséget akarnak, akik azt mondják, hogy a ki a Baltikum, Észtország, Lettország, Litvánia, hogy mi teljes függetlenséget akarunk, nem akarunk mi semmilyen közös kötést itt a szovjetekkel vagy az oroszokkal. A másik vonal pedig az
Másik elégedetlen csoport az a konzervatív ortodox kommunista irányból jön, ugyanis nagyon sokan a régi keményvonalas kommunisták közül Gorbacsovban egy árulót látnak, aki szétveri a keleti blokkot és szétveri a Szovjetuniót. Tehát ők nem reformert, hanem egy rossz irányvonal megtestesítőjének láttatják és látják Gorbacsovot. És ez oda vezet, hogy 1991. augusztusában, miközben Gorbacsov a Krimben gyógykezelteti magát, egy katonai puccs kísérletet, franciául úgy mondják, hogy megkérdeztem a Rizki tanárudat, urat, hogy coup d'état, azaz államcsínt hajtanak végre. Ez szerencsére sikertelen lesz, mert a Moszkvába vezényelt haderő, akinek létre kellett volna hajtania ezt az államcsínt, átáll az emberek oldalára, akik meghallják ezt, és utcára vonulnak, és ellepik az utcákat, és elkezdenek barátkozni a katonákkal. Tehát a puccsisták kísérlete megbukik, és itt lesz nagyon népszerű egy másik politikus, Boris Jelcin, ott látjuk középen a papírral a kezében. Itt lesz nagyon népszerű Boris Jelcin, aki az emberek, a tüntetők élére állva, vagy egyébként szintén kommunista politikus, de és amúgy Oroszország, az oroszországi tagköztársaságnak az elnöke, elég népszerűséget szerez ezekben a tüntetésekben, és a puccs úgymond, hát nem is leverésében, hanem a puccs megakadályozásában. Így Gorbacsov pedig, aki ugyan visszatérhet, szép lassan egyre népszerűtlenebb lesz. Tehát Gorbacsovnak le is kell mondania, Jelcin lesz az első elnöke az Orosz Föderációnak. Viszont félig-meddig megvalósul ez a gorbacsovi terv, ezt pedig úgy hívjuk, hogy 1991-ben létrejön a Független Államok Közössége, azaz a FAK. Ez egy ilyen nagyon laza szövetséget jelent, és akik nem akarnak részt venni benne, természetesen azok a Baltikum és Grúzia, de ez a FAK, ezt mondom, annyira nem is működőképes a mai napig sem, tehát ez egy elég ilyen laza, hol működik, hol nem csoportosulás. Inkább jegyezzük meg úgy, hogy itt független országok jönnek létre, mint ahogy látjátok a két térképen, akik többé-kevésbé orosz befolyás alatt állnak. Ugye, mint mai politikából is látszik, Azerbajdzsán például orosz befolyás alatt áll, Örményország nem. Akkor a balti államok egyáltalán nem, Fehér Oroszországban elég erős az orosz befolyás, ugye. Most is válságos a politikai helyzet, Ukrajnával kifejezetten rossz az orosz, viszont ugye orosz barát szakadárok miatt, és a déli peremvidéken is ugye önálló országok jönnek létre. Jó, mi az, ami ezzel megszűnik? Ugye nem csak a Szovjetunió szűnik meg 1991-ben, hanem ezzel megszűnik a hidegháborúnak a legfőbb jellemzője, a két pólusú világrend, vagy a bipoláris világ. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy 91-re hidegháború véget ért. Köszönöm szépen!